A következőkben ismét megismertetjük nézőinket egy családi gazdasággal, ahol ezúttal a lovaké a főszerep. Rájuk alapozva a hottói Kóródiék nyaranta tábort szerveznek a gyerekeknek, s korosztályi megkötés nélkül bárkit megtanítanak lovagolni. Amikor meglátogattuk őket, éppen az utóbbinak voltunk szemtanúi. Lépés! Azaz, Domino, ügyes vagy? Jó, figyelem. Őket. Domino, őket. Nekem úgy tűnt, hogy ez a ló mindvégig értette az emberi beszédet. Értette? Igen, értette. Hát főleg inkább a hangsúlyokat. Tehát arra kell figyelni, hogy milyen hangsúlyjal mondjuk a lónak. Tehát magát a szavakat nem érti, de azt érti, hogy kedvesen szólunk hozzá, vagy határozottan, keményen, vagy utasítóan ezeket a szavakat megérti, sőt, egyre jobban rájövök, hogy kitalálják a gondolatunkat. Például? Például arra gondolok, hogy mondom a tanulónak, hogy figyeljen, indítsa ügetésbe, és a ló már elkezd ügetni sokszor magától. Mikor kezdődött a lovakkal való kapcsolat, a lovak szeretete? Hát a lovak szeretete nálam elég későn kezdődött, amikor kiköltöztünk 12-13 évvel ezelőtt Hottóra, itt építkeztünk Zalaegerszegről, és egyik ismerősömnél láttam, hogy ő állatokkal foglalkozik, és hogy milyen harmóniában van velük, mennyire szereti őket. Én is mindig szerettem az állatokat. Az első állat az birka és kecske volt, de amikor láttam az ismerősömnél, hogy a lovak tartása nem egy misztikus dolog, akkor én is elhatároztam, hogy veszek két lovat a lányomnak és nekem, elsőre még hobbi célból. Aztán most már nem csak két ló van, hanem? Hanem most már négy, illetve volt, amikor kilenc ló is volt. Ami időközben megérkezett a szamár, de nem baj, mondja nyugodtan. Ami a hobbi lótartásból úgy alakult ki az iskolai lovasoktatás, hogy egyre több gyerek járt hozzánk lovakat simogatni, nézni, érdeklődni. Volt, aki még nem látott életében lovat, és fölmerült az igény, hogy ők is szeretnének megtanulni lovagolni. Mindig meg lehet találni ezt a nyugalmat, ami hétközben nincs. Hétvégén kijövünk, a lányunk lovagol egy órát, mi is itt vagyunk vele, úgyhogy teljes kikapcsolódás, felszabadulás. Ha már ide jött a csacsi, akkor beszéljünk róla, ő honnan került ide, vagy hogy került ide? Hát őnek egy különös története van, a Falumúzeumból került ide. A Falumúzeummal jó kapcsolatunk van, és fölhívtak, hogy nem kellene egy csacsi a lovak mellé. Hát náluk kis csacsi született, és agresszív lett ez a herélt. Csacsi rúgta, vágta, harapta a picit meg az anyját. Hát aki herélték, akkor nem csoda, hogy agresszív lett. Igen, nem örült neki. És azt mondták, szeretnék elcserélni két birkára. Családi gazdasággal fejlődtek a két lóra alapozott kezdeti lépések. Ki kellett váltani a vállalkozást erre a lovasoktatói iskolára, sőt egy OKS tanfolyamra is el kellett menni, hogy legyen hivatalos papír. Mi az a plusz, amivel rendelkeznie kell annak az embernek, aki lovakkal foglalkozik? Hát empátia a lovak felé, illetve az állatok felé. A feleségem szokta mondani, amikor itt a kertbe kapálgat, és én a lovakat készítem fel, hogy milyen szépen beszélek a lovakkal. Azt mondja, ő is szeretné, ha vele is néha gyakrabban így beszélnék. Fontos, hogy az ember szépen beszéljen a lovakkal? Fontos, mert érzik a lovak. A lovakat társunknak kell tekinteni. De úgy társunknak, hogy azt érezze, hogy mi vagyunk a vezetőjük. Mitől szeretni való ez a hobbi? Attól szeretni való, hogy kijövök ide lovagolni, és elfelejtek mindent. Tehát nincsenek gondok, nincsen probléma, és teljesen felfrissülök tőle, mind mentálisan is felkészülés. Tehát az, hogy összhangban vagyok egy lóval, egy 500 kilós lóval, amit én irányítok, és az én akaratomnak felel meg, az azért kihívás, és utána egy önbizalmad van.
gyermekemnek az arcán látom azt a felhőtlen boldogságot, amit nagyon ritkán lát az ember. Itt van a nyugodt környezetben, a barátságos szeretnivaló állatok mellett, olyan családias légkörbe, amit az ember szeretne, ha mindig megkapna a gyermeke. A lányom nevében tudok nyilatkozni, mivel hogy ő az, aki ide jár lovagolni, most már 2 éve a Jánoshoz. Nagyon örülök neki, hogy őt elhoztam, és már nem is tudom, 6 éves volt, amikor először voltunk itt, és egyből megszerette. Elég ilyen hiperaktív gyerek, és szerintem neki terápiásan is ez nagyon jó. Tehát ahogy kijövünk ide, fölül a lóra, teljesen megnyugszik, átszellemül, úgyhogy mindenkinek ajánlom, akinek egy kicsit ilyen felpörgöttebb gyereke van, hogy próbálják ki a lovaglást, mert tényleg ilyen nyugtató jellege van az egésznek, meg itt lenni is nagyon jó. Feltételezem, hogy lovasgazdaként a nyaralásokat, a hosszabb szabadságokat, a hosszabb pihenéseket elfelejtheti. Hogyan zajlik egy napja? Hát igen, a nyaralások megoldása nem egyszerű. Ilyenkor ugye meg kell kérni vagy ismerőst, vagy a barátot, aki el tud jönni, és addig ellátja a lovakat. Hát egy napon sajnos ebből nem lehet megélni. Úgy kezdődik, hogy 5:30 kerek, kijövök a lovakhoz, megetetem őket, kitakarítom alattuk az almot, és utána elmegyek 8 órát dolgozni a munkahelyemen. Amikor megjövök, kicsi regenerálódás után, jövök ismét föl a lovakhoz, és kezdődik újra előről a reggeli munka. A 8 óra távollét azt is jelenti, hogy addig a lovak egyedül vannak? Igen, a lovak egyedül vannak nálunk, a lovak télen, nyáron, éjjel-nappal szabadon vannak. Ennek mi az előnye? A lovak szeretnek folyamatosan menni, rágni, enni, tehát ezt úgy ugye ki tudják élni, legelni. Egymás között a problémákat lerendezik, nem akkor, amikor esetleg lovaglunk és a karámba vagyunk, és ettől sokkal nyugodtabbak. Mit ér az a gazda akkor, amikor lebetegszik egy ló? Nagyon jó a kérdés, bennem gyomorideg van ilyenkor, hogy minél hamarabb meggyógyítani. Amikor éjjel, illetve a hajnalban fölébredik, és az ablakon át hallom, hogy köhög, akkor hát az nem jó érzés, vagy nem tudom, hogyan fogalmazzak, az zavar. Van-e kedvenc közülük? Mindegyiket szeretem. Tehát ezt így nem szeretnék így fogalmazni, hogy kedvenc, de mindegyiknek van valamilyen olyan tulajdonsága, ami miatt lehet szeretni. Sokat beszéltünk a lovakról, a szamár idejött és bemutatkozott, de a birkákról még nem ejtettünk szót. Ők hogyan kerültek ide, mit keresnek itt, van-e esetlegesen valamilyen funkciójuk? A birkáknak több funkciója van. Egy az, hogy legelnek, nem kell annyi füvet nyírni, mert a ló minden füvet nem eszik meg. Amit a ló nem rág le, azt a birka általában lelegeli. Aki szereti az állatokat, azok a birkákat is meg tudja akár szeretni. Mi most egy idilli környezetben beszélgetünk. A jövőt tekintve hiányzik-e innen még valami? Most egyelőre nem hiányzik semmi különös. Tehát nagyon jól érezzük itt magunkat ebbe. Sokan így szokták fogalmazni ismerősök, vendégek, hogy ebben a paradicsomi helyen, környezetben.